Számos örömteli dologról tudunk beszámolni, ezzel kezdte a városvezetés sajtótájékoztatóját László Győző alpolgármester. Elsőként a Scheffler csoport szombathelyi gyárépítéséről beszélt. Hosszas előkészítés után született meg a döntés arról, hogy a cég Szombathelyen építi fel az elektromos autó komponensei gyártó üzemét, amely 150 embernek ad munkát. A város tovább bővítette az egészségügyi alapellátás fejlesztését szolgáló forrásokat, valamint finanszírozzák az aréna óvoda fejlesztésénél jelentkező hiányt, ám megkeresik a deficit felelőseit is. Horváth Soma alpolgármester bejelentette, hogy már tervezhető a jövő évi Szavária karnevál, miután az önkormányzat összesen legalább 67,5 millió forinttal támogatja az eseményt. Továbbá 2 millió forintot biztosítanak a 10 táncverseny szombathelyi megrendezéséhez. Az alpolgármester a pozitívumok között említette még az aréna Szavária fejlesztését, valamint a haladás teniszezői elhelyezési gondjának a megoldását. Az új Scheffler beruházás jelentőségét méltatta Illés Károly, a Fidesz frakció vezetője, valamint Lendvai Ferenc képviselő is. A cég 30 hektárnyi területet vásárolt meg a gyár felépítéséhez. Az üzletkötés előkészítése szigorú titoktartás mellett zajlott, amelyben hatékonyan vett részt a város korábbi vezetése, valamint országgyűlési képviselője is. A Fidesz frakció képviselői elmondták, hogy támogatták az Aréna Szavária és a Sportligeti teniszpályák fejlesztését és a faültetési akciót. Ugyanakkor kifogásolták, hogy kevés helyet kaptak a cégek igazgatóságaiban, illetve felügyelőbizottságaiban, és nem értettek egyet a közterületfelügyelet polgármesteri hivatalba történő beintegrálásával. A csapadékvíz elvezetési projekttel kapcsolatos kritikákkal kapcsolatban Illés Károly elmondta, hogy a gondok ott jelentkeztek, ahol a problémás kivitelező dolgozott. A csapadékvíz elvezetési projektek körüli anomáliákról beszélt Tóth Kálmán, az Éjjel-Szombathely frakció vezetője. Véleménye szerint a kialakult helyzetért egyaránt felelős a megrendelő önkormányzat, az a tervező, aki nem ment ki a helyszínre, valamint az a kivitelező, amelyik nem megfelelően végezte a munkát. Ezt a meccset azonban már le kell játszani úgy, hogy abból ne jöjjenek ki rosszul az érintett lakók, de a város sem. Tóth Kálmán elmondta, hogy várhatóan a jövő év végén a Sportligetben találnak új otthonra a haladás teniszezői. 6 pályát újítanak fel, amelyek közül 3 fedett lesz. Németh Ákos frakcióvezető helyettes klímavédelmi tanácsnok arról beszélt, a testület döntött arról, hogy csatlakozik a klímabarát települések csoportjához, és egy év alatt 1000 fát ültetnek el a városban. Az új polgármester más stílusban vezeti a közgyűlést, így az áttekinthetőbb, érthetőbb a nézők számára is, állapította meg Molnár Miklós tanácsnok, a Proszavária Egyesület képviselője. Az önkormányzat 2010-ben jelölte ki azt az irányt, amely prioritásként kezeli a gazdaságfejlesztést. Ennek eredménye a Scheffler csoport most bejelentett fejlesztése is, amely egy tőkeintenzív, automatizált beruházás fejlesztési központtal. Manapság az ilyen jövőbe tekintő beruházásokra van szükség, amely lehetőséget kínál a beszállítói háttér kialakítására is. Molnár Miklós még felhívta a város cégeinek a figyelmét arra, hogy bizonyos adónemeknél az adó előleg decemberi kiegészítését eltörölték, ez azonban nem vonatkozik az iparűzési adóra, így ennek most is eleget kell tenniük a vállalkozásoknak.